Köszöntöm Önöket, az Öböl Televízió híradója következik. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Donkanyar, emlékezés az elesett katonákra Balatonfűzfőn. Adózás, 2016-tól már egyszerűbb elkészíteni a személyi jövedelemadó bevallásokat. Lőporgyár, tavasztól újraindul a termelés Fűzfő gyártelepen. 1943. januárjában a Donkanyarnál súlyos vereséget szenvedett a II. Magyar Hadsereg. Közel 150 ezer honfitársunk vesztette életét, sokan azóta is jeltelen sírban fekszenek távol hazájuktól. A rájuk való emlékezés kötelességünk. A Balatonfűzfői katolikus közösség ápolja az emléküket, és minden évben megemlékezést is tartanak. Szent misét tartottak a Donkanyarban elesettek lelki üdvéért Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve plébánia templomban. A misét Szécsi Ferenc plébános celebrálta. Elnémult ős társaimmal keresünk egy csendes utcát. Víz helyett a könnyeimmel pörögetem rémült arcát. A szertartás után a hősök emlékfalánál folytatódott az esemény. Gyertek, magyar fiúk, mi egyszerre születtünk, mi egyszerre komisztruát viselünk. Mutassuk meg annak a derkutya muszkának, nincsen párja sehol az erdélyi makának. Magyarországot kell pótolnunk a megemlékezéssel, mert a II. Világháborút követő évtizedekben tiltott volt megemlékezni a II. Magyar Hadsereg katonáiról, kezdte beszédét Sáfár Albert dandártábornok. A II. Hadsereg felállítása, kálváriája és pusztulása csupán a jéghegy csúcsa volt a hibás politikai döntések sorában. Az első világháború után ránk rótt trianoni diktátumból hazánk egyedül nem tudott volna szabadulni. Az akkori vezetőknek kapóra jött Németország nagyhatalmi törekvése, hogy újra egyesíthessék Magyarországot. Ennek a szövetségnek az árát meg kellett fizetni. A vesztes moszkvai csata után a németek egy teljes hadsereg kiküldését követelték tőlünk. A magyar vezetés nem akarta az elit hadseregét elengedni, ezért állították fel a II. Magyar Hadsereget Jányi Gusztáv parancsnoklatával. A II. Magyar Hadsereg felállításánál az ország területéről egyedül arányban hívtak be tartalékosokat. A II. Magyar Hadsereg keleti frontra szállítás 42. áprilisában vette kezdetét, 207 ezer magyar katona és 50 ezer munkaszolgálatos hagyta el az országot. A magyar katonák számára biztosított technikai felszerelés és ellátás a hátországi erőfeszítések ellenére sem volt elégséges arra, hogy a II. Magyar Hadsereg sikerrel szálljon szembe a nagy létszámban és sok felszereléssel támadó Vörös Hadsereggel. A történetileg nyilvánvalóan elhibázottnak minősíthető, de a korabeli döntéshozók többsége számára szükségszerűnek látszó döntést a politikusok hozták meg. A tartalék hadsereg, melynek tagjai az iskolai katedrát, az ekeszarvák, a gyárakat hagyták ott, pedig a kötelességét teljesítette. 42-43 terén a magyar történelem egyik legnagyobb katonai tragédiája zajlott távol a hazától a Szovjetunió területén, mely veszteség még a mohácsi csatoresztésnél is szörnyűbb áldozatokat követett. A Donkanyarban közel 150 ezer magyar honfitársunk, nagyapáink, délapáink temetője lett. A Doni veszteség az itthon maradt sok tízezer család tragédiája is. Fontos, hogy szavakkal is emlékezzünk, mert annál, ami a Donkanyarnál történt katonáinkkal, csak egy valami lehet szörnyűbb, ha elfelejtjük őket, fejezte be a dandártábornok. A jelenlévő katonai, hivatali és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Hősök emlékfalánál, majd a takarodó hangjaival zárult a megemlékezés. Egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás 2016-tól. Január végéig nyilatkozatban élhetnek a lehetőséggel az adózók, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készítse el a bevallásukat. Az adóhivatal csak akkor veszi fel az adózóval a kapcsolatot, ha fizetendő vagy visszaigényelhető adója van. A magyar kormányzat szándékai szerint 2017-ben várhatóan mindenkinek a NAV fogja elkészíteni a bevallását.
Nap mint nap rengeteg ügyfél keresi fel az ügyfélszolgálatokat ügyeik intézésére és problémáik megoldása végett. A munkatársak mindenben segítenek és igyekeznek megoldani a felmerült nehézségeket is. A cél nem a büntetések kiszabása, hanem az adózók segítése, tájékoztatása és a hatékony, gördülékeny ügyintézés. A személyi jövedelemadó rendszere alapvetően nem változik. Az önbevallást 2016. május 20-áig kell megtenni a 2015-ös adóévről. Amit az adózók megtehetnek a teljes vagy csökkentett adótartalmú 53-as bevallással, adónyilatkozattal, a munkáltatói adómegállapítás is itt van, az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás, amihez a magánszemélyeknek a 15-53 mennyeselű nyilatkozatot kell beadniuk február 15-ig. Ez egy fontos határidő, mert egy jogvesztő határidő. És ami nagyon fontos, hogy 2016-ban átmeneti időszakként bevallási nyilatkozatot adhatnak be az adózók. Ennek is van egy jogvesztő határideje, ami január 31, de mivel az vasárnapra esik, február 1-ig tehetik meg ezt a nyilatkozatot az adózók. Ennek az volt a célja, hogy a magánszemélyek adminisztrációs terheit csökkentsük, és egyszerűbben tudják rendezni a kötelezettségeiket. Bevallási nyilatkozatot az tehet, akinek adóelőleget megállapító munkáltatója van. Nem vesz igénybe adó alap vagy adó kedvezmény csökkentést. Például első házasok, családi vagy súlyos fogyatékosság kedvezményt, továbbá áthúzódó lakáshitel törlesztése van. Abban az esetben is, ha a jövedelméből nem akar nyugdíj vagy egészségbiztosítási pénztárban jóvá iratni. Az 1+1%-ot továbbra is felajánlhatja civil szervezeteknek, egyházaknak. Erről a magánszemély rendelkezhet. A NAV azokra is gondolt, akiknek nincs munkáltatója jelen pillanatban, tehát most a bevallási időszakban, azok a NAV-nál tehetik, adhatják le a nyilatkozatukat, a 15-31-es nyilatkozatot kell kitölteni, ezt ügyfélkapun is beküldhetik az adózók, akinek ügyfélkapuja van, aki személyesen hozza be az ügyfélszolgálatokra, ott is szívesen fogadjuk, és postai úton is megküldhetik, de fontos ez a február 1-i határidő, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni. Az adóhatóság minden segítséget megad a magánszemélyeknek a bevallások kitöltésével és benyújtásával kapcsolatban. A kényelmes, egyszerű és gyors ügyintézéshez az ügyfélkaput ajánlja a hatóság. Ezen keresztül könnyen kitölthető a bevallás. Az internetes felületen pontos és egyértelmű útmutató van segítve a kitöltést. Aki nem tudja eldönteni, melyik módot válassza, mindenképpen keres fel az ügyfélszolgálatot. Tavasszal újra indul a lőporgyártás Füstfőgyártelepen. Az 1923-ban épített gyárban ismét megkezdik a termelést. Úgynevezett egybázisú lőport fognak gyártani, melynek kicsi a robbanó ereje, tájékoztatott a gyár tulajdonosa. Európa legbiztonságosabb lőporgyára a Balatonfüstfői, hangsúlyozta. A témával kapcsolatban a település polgármestere január 20-án lakossági fórumot tart. 2012-ben fejeződött be a lőporgyártás a Balatonfűzfői gyárban. Nem technológiai hiba volt az oka, hanem tulajdonosi probléma. Hosszas előkészítő munka és az engedélyek beszerzése után néhány hónap múlva újraindul a termelés. Több mint két éve dolgozunk azon, hogy az új szigorú uniós engedélyezési eljárásoknak meg tudjunk felelni. Ennek megfelelően különböző szakmai elvárásokat meg kellett valósítsunk, illetve bizonyos elemzéseket el kellett végeznünk ahhoz, hogy engedélyeket kapjunk. Ezek az engedélyek nagyon szigorúak. Egy gyárnak az újraindítása, zöldmezős beruházása iszonyú küzdelemmel jár. Úgy gondoljuk, hogy itt egy 100 éves kultúrával rendelkező gyárat és infrastruktúrát nem kellene veszni hagyni, hanem újra kellene indítani, mert az itt gyártott lőpornak nagyon jó híre van a nagyvilágban, megbecsülik, nagyon jó a kereslet, hagyományos a lőpor gyártással foglalkozó országokban is van igény erre a lőporra. A gyárat működtető Kft. Ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy Európa legbiztonságosabb lőporgyára a Füstfői.
maga az eljárás, ami magyar szabadalom volt, az acetonos eljárás, ez ad egy igen komoly biztonságot a gyárnak. A másik, hogy úgy lett tervezve ez a gyár, hogyha egy munkahely akármilyen oknál fogva leáll, akkor a gyárnak ne kelljen leállnia. Tehát szét van telepítve a termelés. Ez nem egy korszerű dolog, viszont a biztonságot óriási mértékben növeli. Marton Béla polgármester kiemelte, hogy a gyár újraindításában az önkormányzatnak nincs kompetenciája. Bízik az engedélyező szakhatóságok körültekintő eljárásában. Én azt gondolom, hogy ha a szakhatóságok erre az engedélyüket kiadják, és az uniós előírásoknak ez teljesen megfelel, akkor a településen élőknek nincsen okuk a félelemre. Én megértem a lakosságot, hogy ebben veszélyt lát, mert nyilvánvalóan, ha nem az előírásoknak megfelelően fog működni, akkor nyilván ebben lehet veszély. Én a hatóságokat olyan komoly szerveknek gondolom, akik nem játszanak egy ekkora beruházással, és nem fogják az embereket veszélyeztetni. Megkívánom jegyezni, hogy az önkormányzatnak, sem a hivatalnak, sem a testületnek ebben a beruházásban kompetencia nincs. Az elmúlt napokban a fűzfői lakosok hangot adtak kétkedésüknek és félelmüknek az üzemmel kapcsolatban. Beadvánnyal fordultak a polgármesterhez, választ várnak felmerülő kérdéseikre. A város önkormányzata január 20-án szerdán 17 órára lakossági fórumot hív össze a művelődési központban a széleskörű tájékoztatás céljából. Balatonakaratján is elkezdődött a szociális tűzifa szétosztása a rászorulóknak. A település önkormányzatának az előírások szerint február közepéig kell kiszállítani a tüzelőt. Sokaknak nagy segítséget jelent, mivel a csekély családi költségvetésből nem tudják fedezni a teljes téli időszakra szükséges mennyiséget. Érkezik a település fenntartás autója Balatonakaratján. Tűzifával van megrakva. A szociális tüzelő kiszállítása javában zajlik a rászoruló családoknak. Az önkormányzat egy erdőgazdálkodási cég közreműködésével 16 erdei köbméter tüzelésre alkalmas vágott fát szállít ki. Az idei évben 10 család és egy egyedülálló személy kapja meg a segítséget. A tűzifát február 15-éig kell eljuttatni az érintetteknek. A szociálisan nehéz helyzetbe került családoknak komoly támogatást jelent ez, így biztonságban átvészelhetik a téli időszakot. Nagy lendülettel pakolják a teherautó platójáról az öles fákat Mondik Istvánék udvarába. Az aprítást és hasogatást már maguk oldják meg. Ez nagyon nagy segítség nekünk, mert mivel én nyugdíjas vagyok, kis nyugdíjas, feleségem munkanélküli, a gyerek is ugye az óvodába, úgyhogy ez nagyon nagy segítség számunkra. Hogy tudják megoldani, tehát ön fogja ezt felaprítani? Itt minden szomszéd segít egymásnak, hogy minden szomszédban van fűrészgép, úgyhogy esetpec egy fél délelőtt fölvágjuk, én meg széthasogatom, úgyhogy... A kiszállított fa mennyisége 1, 1,5, valamint 2 erdei köbméter. Minden család arányos mértékben kapta meg a tűzifát. Az önkormányzat igyekszik időben eljuttatni a tüzelőt. A falu gondnokság a napokban hordja ki a rászoruló családok és egyedülállók részére a szociális tűzifát. Mennyi család érintett ebbe, vagy mennyi egyedülálló, mennyire nagy segítség nekik? Ez a családok számára egy nagyon nagy segítség így a téli időszakban. 11 családot és egyedülálló szemét részesít támogatásban az önkormányzat. Az idei évben kiszállított fa összértéke közel 300 ezer forint. Ebből 280 ezer forinttal az állam, 20 ezer forinttal, és a szállítási költséggel pedig az akaratjai önkormányzat járul hozzá. A birkózás nem tartozik a legnépszerűbb sportok közé. Magyarországon a kézilabda és a labdarúgás mellett háttérbe szorul. Mégis folyamatos az utánpótlás. A legtöbb híresség a vidéki klubokból kerül ki. A Berhi Birkózó Sportegylet jelenleg 45 lelkes fiatallal készül a versenyekre, Nesó Sándor és Rup József vezetésével.
A múlt héten Papkeszin az általános iskola tornatermében az Újpest két bajnokával közösen népszerűsítették az olimpia legrégebbi sportágát. Óvodások, iskolások, fiúk és lányok gyűrik egymást a szőnyegen. Nagy lelkesedés és elszántság látszik az arcokon. Vannak, akik bátrabbak, vannak, akik ügyesebbek. Kapuvári Gábor, ötszörös bajnok, mondja az instrukciókat és mutatja meg a fogásokat, cseleket. Véleménye szerint nem feltétlenül alkati kérdés, kiből lesz jó sportoló. Én szerintem a kitartás az a legfontosabb a birkózásban. Kitartás, akaraterő, meg hát, hogy nyilván, hogy szeresse azt a küzdő sportot, keresse ezt az ember közelséget, hogy megfogják egymást. Ha valaki ezt nem szereti, annak nem fog tetszeni a birkózás, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember kedveli ezt, hiszen ha visszamegyünk egészen ókorig, ugye a birkózás az a ókori olimpián is már szám volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sok ember kedveli, hogyha belekóstolnak. Már óvodás korban érdemes elkezdeni a felkészítést, így biztos jó birkózókat lehet kinevelni. Németh Zsanett, kadett világbajnok is ellátogatott Papkeszire, hogy népszerűsítse a birkózó sportot. Tavaly került be a felnőtt korosztályba, és már válogatott is volt. Készül az olimpiára. Három kvalifikációs versenyen kell még részt vennie. Ha egy döntőbe jutás sikerül, már megvan a jegye Rióba. Magyarországon elég sok női birkózó van, úgymond egyre több, mert vannak olyan emberek a válogatottnál, akik foglalkoznak a női birkózással, és elég szépen. És én úgy gondolom, hogy lányoknak is attól függetlenül, hogy birkózást, ezt nyugodtan lehet csinálni. Zsanett népszerű a fiatalok körében. Rögtön letámadták autogramért. A birkózás vidéken népszerűbb, mint a fővárosban. Sok ügyes, tehetséges lány van, kitartóbbak és harciasabbak. A lányok esetében többnyire meglepődik a család, a barátok, ha birkózásba kezd. Prácser Fannit eddig mindenki bátorította. Nagyon várja, hogy kipróbálja magát az üte színeiben is. Mindig is ezeket a kemény sportokat űztem, és hát nem tudom, így mind, hát hogy ilyen harcias, hogy így meg a tesi is nagyon megy, és vannak benne olyan mozdulatok, amik már alapból mentek, és hát megtetszett csak úgy alapból. Fanni örülne, ha díjakat nyerne. Mint mondta, mindent meg fog tenni érte. Márciusban diákolimpia és országos bajnokság is lesz. A csapat már erre készül. Ráczkevi Lajos, Papkeszi polgármestere is ellátogatott a nyílt napra. Elmondta, hogy látva a birkózóklub eddigi eredményeit, az önkormányzat támogatni fogja a tevékenységüket. Ezzel is segítve a tehetségek nevelését. Nézzük fontosabb híreinket még egyszer röviden. Donkanyar, emlékezés az elesett katonákra Balatonfűzfőn. Adózás, 2016-tól már egyszerűbb elkészíteni a személyi jövedelemadó bevallásokat. Lőporgyár, tavasztól újraindul a termelés Fűzfőgyártelepen. Közös című műsorunkban az Almádi Annó népszerű és hiánypótló könyvsorozatról beszélget kollégánk, Kovács István helytörténésszel és Cuczor Sándor európai jószolgálati nagykövettel. Kistérségi magazinunkban farsangi koncertet láthatnak. Látogassák meg internetes oldalunkat, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik, és követhetnek minket a Facebookon is. Friss hírekkel kedden várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!